Amikor belementünk a tárgyalásba, pontosan tudtuk, hogy, hogy két dologhoz ragaszkodnak köztársasági elnök-alkotmánybíróság. És mivel ismertük az erőviszonyokat, úgy gondoltuk, hogy a köztársasági elnököt nem lehet kivédeni, ellenezzük utolsóig, de nem lehet kivédeni. Az alkotmánybíróságot viszont ki lehet védeni. Ezért indult úgy a tárgyalás, mondta Tölgyesi hogy alkotmánybíróság nincs. Mert úgy gondoltuk, hogy ez egy gyenge pont a másik oldalon, ez egy kilényi nem lehetően erős, és hogyha arra kerül a sor, hogy posgainak választani kell, hogy most melyik intézményt adja föl, akkor nem a köztársasági elnök intézmény lesz az. Anta József pontosan látta egyébként, és most rátérek a másik kérdésre, hogy mi volt a döntő pont. Ezt valószínűleg a stratégiában nem mondta el az MDF. Elnökségénél, hogy ő pontosan hogy gondolja, de ő valóban úgy gondolta, hogy az ellenzéki kerekasztal sarkos álláspontjával szemben ő nem gondolta, hogy a köztársasági elnököt ki lehet védeni, másfelől úgy gondolta, hogy nem tartható az az álláspont, hogy csak a szabadválasztásokhoz feltétlenül szükséges alkotmánymódosításokba menjünk be. Azt te nem tudod, de a legelső ülés előtt összeült a 1 per 1-es bizottság ellenzéki delegációja, és ott kifejtette Antal, hogy, hogy Péter, hát hogy gondolod, hogy be lehet úgy menni egy szabad választásra, hogy a népköztársaság elnöki tanácsa legyen a államfő. Hát ilyen nincs. Szóval kell egy köztársasági elnök, és ez volt az első antali kompromisszum, amit sikerült elfogadtatni, és meg kell, hogy mondjam, hogy ezt elsődlegesen az ellenzéki kerekasszal szervezeteinek a torkán volt nehéz lenyomni, hogy menjünk bele a köztársasági eh, elnöki eh, tisztségnek a, a kodifikálásába. Mégpedig azzal, hogy arra hivatkozott, hogy a 46 évi egyes törvény szerinti köztársaság elnöki pozíciót teremtsük meg. Ez két szempontból is elfogadható volt végül is az ellenzék számára. Egyrészt azért, mert elmagyarázta, hogy ez nem az a köztársasági elnöki pozíció, amire az MSZNP vágyik mert az MSMP egy elnöki vagy félelnöki rendszert akart kialakítani, és ott egy olyan végrehajtó hatalom részét képező erős köztársasági elnököt kívánt magának, akit a nép választ. A 46 évi egyes törvény szerint viszont nem a nép választja a köztársasági elnököt, hanem az egy parlamentáris rendszernek megfelelő köztársasági elnököt kodifikál, a 46 évi egyes, a parlament választja a köztársasági elnököt, és a köztársasági elnök a pártok felett a nemzeti egységet megjelenítő, a mindennapi politikába bele nem szóló és politikai kompetenciával nem rendelkező, a végrehajtó hatalomon semmi köze köztársasági elnököt jelent. Na most ezt így már el tudta fogadni az ellenzéki kerekasztal, mert ez nem olyan, mint amit az MSZNP kíván. Másrészt az ellenzék kerekasztalnak a pártpolitik, vagy a politikai, közvetlen politikai szempontja mellett volt még egy szempontja, amivel alátámasztotta, hogy mi nem megyünk bele ilyen mélyen az alkotmány csak a szabad választásokhoz szükséges mértékben, mert azt mondtuk, és ez teljesen igaz, hogy nem vagyunk rá feljogosítva. Nem csak az MSZNP nem legitim, Hát mi se voltunk meg. Senki nem választott meg bennünket. Egyetlen egy dolgunk van, hogy azokat a törvényeket, amelyek nélkül nem lehet szabad választani, azokat a törvényeket csináljuk meg. Ebben nem tartozik bele egy komplett alkotmány. Kétségkívül nem tartozik bele. Antal viszont úgy érvelt, egyrészt azt mondta, hogy ki tudja, mikor kerülünk még olyan helyzetbe, hogy bele tudunk szólni, hogy milyen legyen az alkotmány. Nem dölt még el ez a kérdés. Most itt vagyunk, és bele tudunk szólni. Másrészt, elméletileg meghatározva, mi nem alkotmányozunk itt, nem új alkotmányt hozunk, hanem azt az alkotmányt hozzuk vissza a 40 évi Egyes törvényben, amit az utoljára szabadon választott nemzetgyűlés alkotott meg, és amelyet 1949-ben a kommunista rendszer eltörölt. Tehát arra jogunk, arra nincs jogunk, hogy egy új alkotmányt hozzunk. De arra jogunk van, hogy visszahozzuk a régit. Ez volt az elméleti alap, amit végül is, hát nem egyből, de sikerült az ellenzéki kerekasztallal elfogadtatni, és utána végig lebegtették az MSZNP oldalon, hogy elfogadják vagy nem fogadják el, de végül is a második antali kompromisszummal fogadták el, amikor Antal azt mondta, hogy rendben van, ha ti belementek ebbe, hogy egy ilyen parlamentáris rendszernek megfelelő köztársasági elnöki tisztség legyen, amit a parlament választ, akkor első alkalommal és csak első alkalommal a nép választsa meg a köztársasági elnököt, mert ha előbb van, a köztársasági elnökválasztás, mint a parlament vála, parlamenti választás, akkor logikus, hogy egy illegitim parlament nem választhat legitim köztársasági elnököt. Tehát, ha ti elfogadjátok, hogy egy parlamentáris demokráciának megfelelő alkotmány legyen hosszú távon Magyarországon, akkor egy alkalommal egyefene ezt a parlamentáris rendszernek megfelelő tisztséget, mármint annyiban, hogy, hogy jogkörénél fogva megfelelő tisztséget, első alkalommal válasza a nép. Ez volt a második antali kompromisszum, amit viszont, az el, amit elfogadott az MSZNP, nyilván nem utolsó sorban posgainak a inspirációjában, mert akkor már mindegy volt neki, hogy milyen jogkörű, az volt a lényeg, hogy ő legyen a köztársasági elnök, és igen bíztak abban, hogy egy népáltali választásnál ő lesz. Nem volt alaptalan ez a bizodalmuk nyilvánvaló, bár korán sem biztos, hogy így lett volna. És elfogadták, az ellenzéki kerekasztal két pártja viszont ezt nem fogadta el, az SDS és a Fidesz, mint tudjuk, nem írta alá ezt a megállapodást, Viszont nem is vétózta meg, pedig erre joga lett volna, hiszen pontosan tudta, hogy a szabad választásoknak az általuk is kidolgozott törvények alapján akkor nyílik lehetőség, hogyha ezt a megállapodást más, az ellenzéki kerekasztal többsége aláírja. Ez történt, és szeptember 18-án tulajdonképpen a Nemzeti Kerekasztal tárgyaláson a teljesen ismeretlen, én is ott ismertem meg Anta Józsefet egyébként személyesen. A teljesen ismeretlen, a közvélemény előtt teljesen ismeretlen, semmiféle pozícióval a pártjában nem rendelkező Antal József két zseniális kompromisszuma teremtette meg tulajdonképpen azt a lehetőséget, hogy Magyarországon demokratikus jogállam jöjjön létre szabad választások útján.